szokott, szerintem kb. Ott villog, az baj. Igen, mindjárt leáll a felvétel, és újra kell indítanom. Sziasztok, én Matilda vagyok. Sziasztok, én pedig Emma. És a mai videóban elérkeztünk az Advent Emmával a második részéhez. Ma pedig karácsonyi ajándékokat fogunk ajánlani, mind könyves ajándékokat, illetve egy-két annyira nem könyves ajándékot is, és átadom a szót, hogy magyarázd el a koncepciót. Hát, köszi, bedobtál itt a buszalán. Na mindegy. Azt mondtad, hogy van koncepciónk, ezek szerint tudod, hogy mi az. Az igazából a koncepciónk. Először csak egy kicsit szeretnénk arról beszélni, hogy nekünk mi az ajándékozás, és mi az, amit mondjuk szem előtt tartunk, mi a lényege szerintünk. Utána könyves ajándékokat ajánlunk, hogy mit adja könyv Mojnak az életedben, meg egyébként én személy szerint úgy gondolom, hogy a könyv az egyik legjobb ajándék, szóval még akár lehet, hogy azt is mondunk, ezt nem tudom pontosan. Utána pedig csak úgy egyéb ajándékokat ajánlunk majd. Ez a koncepció. És kis akkor, hogy vállalkozások. Kis vállalkozásoktól, igen, ez lesz a lényeg, hogy mivel akkor kezdjük is attól, hogy szerintünk mi a jó ajándék. Nyilván a karácsony nem az ajándékról szól, de adni tök jó dolog. Úgyhogy nálunk egyébként minden évben felmerül, hogy idén nem ajándékozunk, aztán utána mégis mindig, mert így szeretnénk adni. Mi főleg, mert mi nagyon jó ajándékokat tudunk szerintem kitalálni. Hát én azért már kicsit megkoptam, de a csúcs az már mögöttem van, de voltak jó időszakaim. Mert hát igazából van olyan, amikor így van egy ötlete az embernek, de az olyan, hogy az olyan, hogy mint amit most idén kapsz tőlem. Amit nem vagyok neki hajlandó elárulni, bármennyire is kérdezi. Na mindegy, és hogy nyilván nem arról szól, hogy ajándék, de tök jó adni. Mondjuk szerintem az fontos elmondani, hogy mi nem vagyunk az ilyen nagy ajándékok híve, és nem attól lesz, hogy ajándék, hogy valami rohadt nagy és rohadt drága, és egyébként meg tök felesleges. Úgyhogy egyáltalán nem gondoljuk, hogy karácsonyi ajándéknak csak tévé jó, meg új mobil, meg nem tudom mi, sőt, szerintem egyáltalán nem jó ajándék, sőt, és nem arról szól az ajándékozás, hogy nem tudom hány 10-100 ezeket kéne kidobni az ablakon, hanem hogy tényleg olyat adjanak a másik embernek, aminek tudod, hogy örül, és ez benne a legjobb, ezt kitalálni, hogy mi lehet az, amit ő mondjuk magának nem szerezne be, vagy nem csinálna meg, vagy akármi, de tök örülne neki, úgyhogy ez benne a legizgibb. És mindezt azért mi így azért szerintem mi valamennyire zöldek vagyunk, legalábbis igyekszünk, és ezt így a karácsonykor is szem előtt igyekszünk tartani, hogy nem a túlfogyasztásról szól. Hát igen, meg például évek óta apa az mindig azt mondja, hogy neki csak vagy ehető, vagy iható ajándék, vagy bármilyen módon elfogyasztható ajándékot adjunk, mert neki nem kell egy következő szobrocska a polcra, ami porosodik mondjuk. Vagy könyv. Mármint, hogy az kell. Igen, ehető, iható, vagy könyv. Vagy könyv, igen. Igen, meg tök sokszor adunk, mert mindig azt mondom, hogy tök, de nem vagyok hajlandó erről leszokni. Tehát mi sokszor adunk egymásnak ilyen csináld magad ajándékokat, az is egy nagyon jó dolog szerintem, és az is a zöldségnek a jegyében. Zöldség. És akkor ehhez kapcsolódóan szeretnénk majd kisvállalkozós ajándékokat is ajánlani, mert hogy az is azért valahol így a helyi fogyasztás, és hogyha már veszünk valamit, akkor azzal egyrészt a helyi gazdaságot támogassuk, másrészt pedig egy kisvállalkozót, aki építi az álmait, és ezzel hozzájárulhatunk, és ráadásul akkor egyedi ajt tudunk adni. Igen. Igen. Meg nem egy annyira tucatot se. Igen. Na még mi az, ami az ajándékozással kapcsolatban? Hát, nem tudom, még így a szellemiség, vagy a arszpoetikánk. Mindegy, én nagyon szeretek adni ajándékot. Igen. Mert az a világ legjobb érzése, amikor a másik kinyitja a csomagot, és látod az arcán, hogy örül annak, amit kapod. Vagy bőg. Emlékszel? Amikor megkaptad a Harry Potter leveledet? Ja. Meg a talár is, amit Istitől kapta, az is olyan volt, hogy úristen! Igen. Úgyhogy ez ilyen, sokszor nem az ilyen, tényleg nem a méreg drága, meg nem tudom milyen fancy luxiaik azok, amik hazatalálnak, hanem az, amivel odafigyeltél a másikra, és tudod, hogy vágyik rá, és örülne neki. Igen, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Kezdjük a könyvesekkel. Jó, akkor kezdjük azzal, hogy nyilván a könyv
az alap. Az az ultimate ajándék. De az, hogy kinek mit adj könyvet, az szerintem kicsit nehéz így megajánlani látatlanba ismeretlenbet, mert igen. Nyilván van valami, hogy azt mondanám, hogy ez a könyv jó anyukáknak, mondjuk, mert hogy mondjuk én odaadnám a saját anyámnak, de az lehet, hogy egy másik ember anyukájának nem annyira tetszene, mint a miénknek. És akkor itt megint az a lényeg, hogy ismerd az embert, akinek ajándékot akarsz adni, és tudd, hogy milyen könyv tetszene neki. De! Ha minden kötél szakad, és nem tudod, hogy milyen könyvet adj konkrétan, akkor mindig ott van az ajándékutalvány, vagy az ajándékkártya lehetősége. Most nálam van egy Libris, de szerintem az összes másik könyvesbolthoz is van. Ja, szerintem elmutatod, hogy ez például neked egy szülinapi ajándék igen, volt. Ez egy szülinapi ajándék volt, mert hogyha olyanok vagytok, mint a barátom, aki a könyvesboltba bemegy, és azt se tudja, hogy milyen bolygóra csöppent, akkor ez az ilyen egy nagyon jó választás, mert én ennek tökörültem. Igen, és ugye ebből biztos, hogy olyat fogok venni, amit én szeretnék megvenni, és akkor nem neki kell egyrészt, nem neki kell kidogondolnia, hogy mi az, ami megvan nekem, mi az, ami nincs meg, mi az, amit szeretnék. Úgyhogy és másrészt meg van egy fizikai volt. Ajándék. Igen, és nézzétek meg, ez például tök szép, csak Emma fejére fókuszál. Ha a lényegre. Igen, tehát én ezt vissza is fogom kérni a Libritől, mert nagyon-nagyon tetszik. Szóval igen, ez egy tök jó opció. Egyébként, amit én mondjuk a könyv ajándékozása kapcsolatban még ajánlanék, hogy ha biztosra akarsz venni, olyan könyvet adj, amit már olvastál, és tudod, hogy milyen, és mondjuk ismered a másik ízlését, és tudod, hogy neki tetszene, mert az ilyen toplistásokkal nagyon-nagyon be lehet nézni. Én az idén belenyúltam pár könyvbe a könyvklubunk kapcsán, hogy azt hittem, hogy majd jó lesz, mert hogy... Impulzív könyvklub, igen, köszi, hogy jó választás lesz, mert mondjuk ott van a top listám, vagy mert nagy körülötte a, nem tudom, hype, de nem, úgyhogy nem, főleg, hogyha mondjuk úgy adtok könyvet valakinek, hogy ti nem annyira olvastok, és nem tudjátok, hogy akkor lehet jobban jártok, ha kikéritek más véleményét, aki mondjuk olvas, vagy ilyesmi, de ne bízzatok a top listákban, és a szuper, izék, mi az, nem tudom, minek hívják a... Top listának is. Sikerlistákban. Mert hát azért az általában nem igazából a könyvről szól, hanem a marketing csapatnak a tehetségéről, szerintem. Én legalábbis sokszor belefutottam. Igen, mert a top lista az tudja felmérni, hogy hányszor vették meg a könyvet. Igen, és például, amit a Matilda idén ad valakinek egyik könyvet, azt én mondtam neki, igen. Mert azt amikor én olvastam, én azt akkor mondtam, hogy úristen, neki ez a könyv nagyon tetszene, csak ugye még nem jelent meg magyarul, és ez egy olyan könyv, ami nem lesz fönn a top listán. Ez a külföldi top listán se volt rajta, de iszonyat jó könyv, és tudom, hogy annak tetszeni fog, akinek adod. Remélem. Na biztos. Egy időre majd le fogja kötni, mert nagyon-nagyon hosszú könyv. Egyébként azt néztem. Viszont, ha már könyv, és mondjuk kicsit nagyobb ajándék, akkor, és nem tudod, tehát egy könyves ajándék, akkor szerintem egy nagyon-nagyon jó opció lehet az e-könyvolvasó. És ez sem feltétlen nagy ajándék egyébként, mert hogy használtan tök jó áron lehet már venni, és ez egy olyan eszköz, ami nem megy tönkre. Tehát az én első Kindle-emet használtan vettem, és vagy 10 évig használtam, és most apu használja tovább. Tehát és ezek, mindig jó. Ezek elég időtálló cuccok, úgyhogy ez sem feltétlen egy olyan hatalmas kiadás, hogyha kifogsz egy jó használt példányt. Fel is mutathatom. És akkor itt az én kis Kindle-öm, én ezt egyébként a születésnapomra kaptam így az egész családtól, és nagyon örülök neki. Először nem örültem, mert már volt egy Kindle-öm, és nem akartam, hogy rám költsenek sokat. De aztán most már nagyon örülök, mert ez ilyen háttérvilágításos verzió, úgyhogy a sötétben is tudok olvasni. És ugye ez egy nagyon jó ajándék, mert ugye ez meg végtelenített, tehát hogy egy csomószor vannak tök jó akciók a Kindle Shopban is, jó, ez ugye annak, aki olvas angolul, de azért magyarul is. Vannak ott a Gutenberg projekt, meg az ilyenek, ahol egyébként ingyenesen lehet. Legálisan ingyenesen vagy lehet. Vagy a magyarul a meg.hu. Az, magyar elektronikus könyvtár mondjuk úgy az igen. A legegyszerűbb. Úgyhogy ez is szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon szuper könyves. Vagy ha már van Kindle-je, akkor valami egy szép tok. Az igen. Is mindig nyerő lehet. Mert főleg, ha olyan béna, mint én, hogy rendszeresen elejti, és csak a tok menti meg. Úgyhogy ez is egy nagyon jó könyves ajándék, és akkor például lehet azt, hogy kap valaki egy e-könyvolvasót, és mondjuk már úgy adjátok oda, hogy van rajta egy-két könyv, amit tudjátok, hogy érdekelheti. Következőnek én a könyvtokomat fogom fölmutatni, ez ilyen kis kutyás, Emma már megint rajtad van a fókusz. A lényegem! Mindegy, ez nagyjából látszódik, hogy kis kutyás. Ezt egyébként, ebbe az a jó, hogy nagyon sok helyen lehet most már venni is, viszont szerintem, hogyha valaki tud varni, akkor
egyszerűen el tudja készíteni. Hát ezt is anyu csinálta, nem? Persze, ezt anya csinálta ezt nekem, én ezt anyától kaptam, mert mondtam, hogy szeretnék egy könyvtokot, szerintem kb. Villog az baj. Igen, mindjárt leáll a felvétel, és újra kell indítanom, de most végig tudtam volna mondani. Mert mondtam anyának, hogy én szeretnék egy könyvtokot, és kb. Nem tudom, tavaly évvége fele valamikor ezt nekem megcsinált, a Pinteresten keresett kb. Hozzá szabás mintát, vett hozzá anyagot, kívül ilyen kiskutyás, belül egyébként ilyen puhi anyaga van, hogy védje a könyvet. Szóval ez is egy olyasmi, hogyha, főleg, hogyha valaki sokat megy, vagy bárhova, hogyha valaha megy könyvvel, akkor ez tök jól megvédi, mert nekem is kevésbé sérülnek, amióta ilyen ebbe hordom őket, főleg a puha kötésesek. Mert hogyha ugye belepakolok a táskámba, és akkor még pakolok rá, meg pakolok mellé, meg elcsúszkál, és akkor már is a kis sarkuk föl van pöndörödve. Igen, és ez most fáj, mert én a múltkor az Ennotthorra talált gyönyörű szép kiadásomat beleraktam a táskámba, és lett a hátulján egy folt. Ó. Oh. Tehát arra jó ez nagyon. Igen. És egyébként ez is olyan, hogy ugye, hogyha te tudsz varni, akkor meg tudod csinálni, és akkor tök jó ilyen csináld magad ajándék, ha meg nem, akkor tudsz hazai kisvállalkozókat támogatni. Igen, azzal. Mert a legtöbb ilyen könyves gyertyás készítőnél is vannak mindenféle minta az égvilágon, amit csak el tudsz képzelni, de tényleg amúgy és nem, praktikus, nem egy bonyolult, tehát itt ezt még lehet én is meg tudom. Jó, nyilván anya varrógéppel csinálta. Ja, hát aki tudja használni a varrógépet, az szépen meg tudja csinálni. Szóval ez is egy jó választás. Akár több mintában is, mert nekem is van még egy unikornisos is, azt meg barátnőmtől kaptam karácsonyra, úgyhogy ez egy nagyon jó ajándék. És ez is olyan, mint a következő szerintem, amit még mondhatunk, mint a vászontáska, hogy egy nem elég belőle. Nem. És nekem van egy Mr. Darcy-som, az a kedvencem, ilyen, hogy én, szív, Mr. Darcy, és nincs meg. És most valahol ez fáj. Kell lennie. Valahol meg kell lennie, de hogy ezek is nagyon-nagyon jó ajándékok, mert örök élet meg egy nap, lehet venni bele bevásárolni, stb. Igen. És jó pofa. Hát meg az is jó, hogy én most Szegeden például mindig van a táskámban egy, most ez pont könyves, mert nyilván van egy csomó könyves minta, de van nem könyvesem is. Bedobom a táskában, kevés helyet táskába, kevés helyet foglal, és amikor elmegyek vásárolni kaját vagy valamit, akkor ebbe bele tudom tenni, és akkor van mégis egy szatyram, és nem a nylon zacskót kell megvennem, amivel utána nem tudok mit kezdeni. Jaja. És akkor ez is van egyébként, több kiadónak is vannak saját verziói. Ez most a Möbiusos, amit az Európától kaptunk a Natalia Sherba könyvbemutatókor. Jaja. De hogy láttam, a librisek is librisek vannak. Librisek, meg költősök vannak. Igen, igen, és ebből is szerintem lehet egy csomó félét. De ez is olyan, hogy tudsz sajátot csinálni. Abszolút, jaj. Mert tudom, hogy én idén fogok kapni karácsonyi ajándékként. De mit te tudsz? Igen, mert meg... Ezt majd bárki. Nem, mert a csoporttársak között úgy csináljuk, hogy biztos olyan legyen, aminek örülni fogunk, hogy mondta, hogy saját készítésű vászontasit kapunk. Tehát ő rajzolja rá nekünk az egyedi mintáinkat. Ez tök szuper. Ez egy nagyon friss beszerzésem, ezt a Secret Santa-ra kaptam, pont a héten ment ki ez a videóm. Ez pedig egy Ex Libris pecsét, nem tudom, hogy... Elbújok, hogy ne rám. Ez az jó. Igen, hát mindegy, visszafókuszált rám. Szóval ez egy nagyon menő ajándék egyébként. Igen, mindjárt. Ez egyébként az Artistamp-ről van, ami, ahol egy csomó minta fönn van, illetve csomóféle ilyen nyomdát gyártam, de... ha le tudom szedni, és nem lököm le. De egyébként ez is olyan, hogy csomó helyről bele. Meg akarom mutatni, hogy néz ki. Tehát, hogy így néz ki kinyomva. Oda fókuszáljak neked. Ups, mit tettem? Átvisztad a fókuszt, tehát ilyen így néz ki, hogyha rányomom. És vissza rád. Igen, és ez kis vállalkozás teljes mértékben, és tök jó ilyen kis fából készült, szóval... És szerintem ennek minden könyv múlja örül, hogy a kis könyve. Igen, én egyébként először azt hittem, hogy rettegni fogok belenyomni a könyvbe, de amúgy tök jó érzés még úgyis, hogyha nem tudom tökéletesen fölvinni a tintát a pecsétre, mert így most random, amikor eszembe jut, egy pár könyvbe belepecsételem, és akkor tök jó érzés. Még tök jól néz ki egyébként benne, és így ott a saját könyvtárad. Igen. Az nem konkrétan könyves ajándék, de hát ugye hogy a legjobb olvasni, bekuckózva, és akkor ehhez amúgy egy ilyen kis csináld magad ajándék ötlet, hogy akár egy egész ilyen kis kuckózós készlet, akár annak egyes darabjai, hogy mondjuk pléd, bögre, tea, vagy pedig egy sütis üveg. Ebben most nem süti van, hanem Raffaello meg csoki, mert már kiürül, de hogy sütivel is föl lehet tölteni, az a lényeg. Például, amit
tavaly. Például, amit múlt héten sütöttünk azzal. Igen. De hogy egyébként meg nagyon egyszerű, mert akár egy nagyobb befőttes üveg is tökéletes, és ki lehet dekorálni, kicsit kidekorálhatjátok, és akkor benne a süti, az egy tök jó ajándék szerintem. És akkor akár egy ilyen egész kis készlet lehet, hogy egy pléd, egy kis tea, ilyen... Tehát te a filtert is lehet benne. Azt is lehet. Gyakorlatilag ezek arra, hogy bármit bele tudsz rakni. Úgyhogy az meg egy ilyen kis, inkább ilyen DIY verziós ajándék. Na és a következő, amit minden könyv majd szeret, a gyertya. A gyertya, ami már egyben az átvezetés talán a kisvállalkozókhoz is, mert az ilyen köztes terep. Nekünk nincsenek kifejezetten ilyen könyves gyertyaink, mert vannak ezek a nagyobb, kifejezetten könyves gyertyakészítő, nem cégek, de kisvállalkozók Magyarországon, mint az a Handmade by Julie V. Scott, vagy a Világok lángja. Igen, de hogy azok nekünk kevésbé illenek hozzánk stílusban. Szóval mi inkább az ilyen kis egyszerűbb, minimalista verzióbb, minimalistább gyertyákat szeretjük, és ezért van hatalmas gyűjteményünk. Mutasd. Lehet idén megcsúszott a gyertyavétel, de ez nem. Hát most csak egy párat vettem ide, de hogyha valaki látta a Bookshelf Tour videómat, akkor látta, hogy mindegyik polcomon nekem Aurora Candle-es gyertyám van, ezek a kisebbek, ez most cappuccino, kakaószórása, fűszeres narancs és belga csokoládé, és mindegyiknek nagyon jó illata van, meg van itt nagyobb kiszerelésem, ez meg a kedvenc illatom, a himalái cédrus és jázmin. Egyébként nekem pont ezért tetszenek nagyon ezek, mert hogy... Mert olyan kis szép, egyszerű, és tök jól passzol mindenhez. Igen, plusz a bónusza az Aurora gyertyáknak, hogy fakanócos. Igen, és ropog. És ropog, mikor ég, mint a kandalló. Nagyon jó. De egyébként van más hazai kisvállalkozótól is gyertyánk, például nekem ezek a peonis gyertyáim megvannak, már régóta láttak is rajtuk. Ezeknek is nagyon fincsi illatuk van, de látjátok, hogy ezek is... Hát ilyen, ez a skandináv stílus, vagy minek nevezzem, minimalista, tehát lehet. Nekünk inkább ezek jönnek be, úgyhogy mi azért is ilyeneket szoktunk beszerezni. Ja, igen, mert igazából a címkén kívül nincs rajta más, és natúrszínű, és ja, így ez nekünk a tökéletes kinek. Meg az illat egyébként. Meg az illat. Ha ilyet adsz, akkor erre érdemes figyelni, hogy például én tudok olyat, aki rühelli a vanília illatot, például én magam, úgyhogy hogy mondjuk olyat ne vegyél neki, amire tudod, hogy ki nem állhatja, de nagyon sok fincs illat van, ami közül lehet választani. Igen, mindegyiknél. Akkor a következő, az, ami még szintén a kisvállalkozós, ugye most már csak az lesz volna, az az ilyen határidő napló, papírírószer. Bullet journal. Bullet journal, igen. Nagyon-nagyon szuper, hát nem tudom, nagyon-nagyon szuper papírírószer termék. Ezt így nevezik? Mindegy! Szóval nagyon szuper naptárakat lehet venni hazai alkotóktól, de én nem tagadom és nem titkolom, hogy nekem most már sok-sok éve például a Dot For You-s Irka határidőnaplom van, mert arra egy egyszer rátaláltam a tökéletes formátum számomra, úgyhogy én például minden évben azt így az, amit választok, és az... Mutatom. Nekem igen. Ez az Irka gyűjteményem. Ez a 2019-es, igen, ez a 2019-es, akkor ilyen egy nagy, egy kicsi volt, és úgy lettük Emmával, és én akkor ezt kipróbáltam, hogy milyen. És akkor utána év... Ja nem, még az Irka... Erről beszélünk. Az ideim, ami 2021-es, az megint csak egy Irka volt, ez a nagyon szép... Nem mutatom belülről mindegy. Szóval ez a jó kis mustersárga. Illetve a 2022-esem is az. Az meg ez. Nekem is ilyen, mert csak nekem rózsaszín. Igen. Tehát Emmának ilyen színű, de majd mindjárt beszélünk Emmáról is. Igen. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper ajándék. Igen, mert ez egyedi tervezésű kisvállalkozó által hazai, és hát nem tudom, csak az előrendeléseket számolják? Nem, emléltek minden számozott, mert tehát hogy... számozott. Tehát az ideim az nekem a 0153-as, nem, de idei. A jövő év pedig 031, tehát 31-es sorszámot kapott. És például szerintem ez is egy olyan ajándék, aminek, hogyha tudod, hogy van az életedben olyan ember, akinek a határidő naplója az a jobb keze, akkor az egy nagyon jó ajándék lehet, és mondjuk nem feltétlen biztos, hogy megveszi magának, mert hogy azért ez egy prémium kategóriás. Igen, tehát nem egy termék. Igen. Nem a legolcsóbb, de amúgy abszolút megéri szerintem az árát, főleg, hogyha tényleg az ember használja is.
Én régen nem használtam határidőnaplót, amióta van, nagyon szeretem. Rászoktattalak. De én annyira jó érzés, amikor én fölirogatom a kis dolgokat, amiket kell egy héten csinálnom, mindjárt keresek valami, ahova még nem írtam be semmit, és akkor megmutatom, hogy itt van például, tehát hogy így be van osztva, itt vannak a napok, és itt végig lehet írogatni cuccokat bele, és én úgy csinálom, hogy ide írom, ami az adott naphoz van valami dolog, a heti ide meg, igen, a heti tudómat, és akkor ráadásul hátul még van benne ilyen szabad jegyzetelésre hely. Meg én például azt csinálom, hogy az elején vannak ezek a havi, hát mindegy, tehát ugyan, hogy van egy oldalon egy havi naptár, a másikon meg ugyanígy ilyen pontrálós oldal. Kinyithatnám a legújabbat, igen. A legújabbat, amiben még nem írtam, igen. És én például odaírom, hogy melyik hónapban mit olvastam el, ha már könyves csatornán vagyunk. Igen, tehát én is ide azt szoktam írni, hogy nyilván ugye itt van a naptár rész, itt meg egy jegyzetrész, és akkor elosztom ketté a lapot, és fölülre írom, hogy mik a videók, amiket ki fogok tenni a hónapban, alulra meg, hogy mit olvastam, és hány csillagra értékeltem, és mindig láthatjátok most már azért összegzőkben, hogy mivel egy csomó hangos könyvben, de van, mindig nézem a határidő naplóba, hogy mit is olvastam. Ja. Éppen, mert már nem tudom megjegyezni, mert így a hangos könyvek meg ezekkel együtt már sok szokott lenni. De hogy másikat is mutassunk egyébként, mert mi ebbe szerettünk vele, úgyhogy mi ezt használjuk, de a Tildának például volt egy. Igen, mert a tavalyi Dot4U dizájnok közül egyik se szólított meg engem, úgyhogy nekem tavaly 2020-ban a Malinovka kisvállalkozás, vagy mi, hogy mondom. Tehát nekem malinovkásom volt, ez pedig ez a rózsaszín. Én igazából ezt is nagyon szerettem, viszonylag hasonló a felosztása. Hát annyi, hogy itt ugye nincs külön egy oldal. Tehát itt is volt ez a hónap, és akkor mellé írogattam, csak minden tele van írva, és így nem akarom a személyes jegyzeteim mutatni. Mindegy, ebbe is volt ilyen jegyzetelős rész, illetve itt annyi volt a változás, hogy itt nem úgy volt, hogy egyik oldalon napi felosztás, másik oldalon jegyzet, hanem fölül volt a naponta, és így alatta lehetett jegyzetelni. Igen, tehát hogy nem olyan oldalpár volt, hogy egy hét így a két oldalon és egyik oldalon a hét, a másik oldalon a jegyzetek, hanem hogy ugye, hogy hétfő, kedszer, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, már értitek. Mindegy. Na mindegy, de hogy ez is annyi még a határidőnapló ajándékozásával. Mindegy, tehát hogy így voltak lefele, csak itt kifért ide is az utolsó. Szóval, hogy ezzel kapcsolatban még max annyi, hogy olyan embernek nem biztos, hogy jó ötlet adni, akinek ez olyan sarkalatos pont, mint mondjuk nekem. Tehát, hogy nekem csak akkor adjon valaki határidőnaplót, hogyha előtte konzultált velem. De hát nyilván a kinézet miatt. Igen, igen, tehát, hogy ennél érdemes biztosra menni, hogyha tudod, mondjuk, hogyha elmondta konkrétan a valaki, hogy úristen, de örülnék egy olyannak, de hát nem, na, akkor érdemes. Igen, meg szerintem azt is mondhatjuk, hogy tehát az Irkából tutira tudom, hogy van a blank változat, ja, ami nincs beszámozva, tehát az ilyen bullet journalnek akárminek használható, meg szerintem a Malinovkának is egyébként van. Igen. Tehát van többféle változat belőlük, kinek melyik jobb. Igazából most ezeket csak azért mutattuk, hogy nekünk konkrétan ezek vannak, de érdemes körbenézni a hazai alkotók termékei között. Nagyon szép dolgokat csinálnak nagyon egyébként. Szép, és nagyon jó minőségű dolgokat csinálnak. Még egy dolgunk van, amit mutatni is tudunk, és saját tapasztalat, az pedig nekem van ez a Zoe & Co. kis hátizsákom, ami mondjuk mondhatjuk rá, hogy könyves, mert pont elfér benne egy kívül, vagy egy könyv, pont akkora méret. Nagyon jó mérete van. Igen, csak most a zsepimet. Úgyhogy ez is szerintem nagyon jó ajándék lehet, mert most nyilván lehet vásárolni táskát, nem tudom, akármelyik fast fashion üzletben is, de ezzel egy hazai vállalkozót támogatsz, és azért sokkal kevesebb jön belőle szembe, mint egy, nem tudom, tudjátok, hogy milyen üzletekről beszélek. Egy onnan származó táskából valószínűleg sokkal több van, és sokkal kevésbé etikus. Kevesebb, ami annyira tetszik ez a táska. Igen, ez a Balaton színű, tehát hogy az... Ez Emma színű, Emma mondjuk színű. Azt. Mondjuk ki. Ja, és egyébként azért jók szerintem az ilyen tárgyak, akár az a határidőnapok, akár egy ilyen táska, akár bármi más ilyen... Polcon is tök jól mutat, mert én itt állom. Ja, egyébként. De azért jó, mert hogy érzed rajta, például ez is, hogy számozva van, tehát hogy ezt tudod, hogy ezt valaki a két kis kezével rakta össze, és nem azért, mert ébérjön dolgoztatják valahol, hanem azért, mert neki ez a szenvedélye, és építi a saját kis állát. A Malinovka is számozva van, itt van benne a számom, 690. Ja, ja.
Úgyhogy szerintem így egészen más érzés az ilyen tárgyakkal körülvenni magad, és az ilyet adni sokkal, nem tudom, különlegesebb talán, de lehet én misztifikálom túl, de nem. Szerintem ez fontos. Fontos dolog. Igen, csomó illusztrátor van, egy csomó használati tárgyat készítenek, van ez a vegyél hazait csoport Facebookon egyébként, de hogy szerintem most már külön honlap is van, ott is érdemes körbenézni, mert hogy tényleg olyan nagyon bögrécskét jó. Akartál még. Ja, igen. Kerámia cuccot. Igen. Cuccokat. Úgyhogy igen, ezeket érdemes figyelgetni, és akkor ha mindenképp szeretnénk valamit vásárolni, akkor inkább ilyen helyekről szerezzük be, mint a nagy gonosz vállalatok. Szóval akkor ez lett volna a második közös adventi videónk. Picit ez is kaotikus, de ez már meg lehetett szokni tőle. De mi ilyen kaotikusak vagyunk, tehát ettől összeszedettebbek az életben nem leszünk, ha pedig igen, akkor el fogjuk veszteni a varázsunkat. Mert akkor ilyenek leszünk, hogy és akkor a következő tárgy, amit mutatni fogunk, én ilyet nem tudok, te se tudsz ilyet, úgyhogy nem. Az energiáinkat meg kell szokni. Na, és akkor jövő héten jön a harmadik rész, amiben lehet, hogy nem csak ketten leszünk. Ha sikerül összehozni. Ha sikerül összehozni. És nem apa lesz a harmadik személy. Arra még várnotok kell, hogy harmadik videóba megyünk. Egy eddig ismeretlen arc. Igen. De még nem mondjuk el. Igen. Bocsánat. Szóval, 30 másodpercünk volt felvételből. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Illetve még van nektek kedvenc hazai kis vállalkozótok, írjátok meg kommentben. Mindenképp. Köszönjük. Még egyszer elmondom. Na mindegy, szóval... Sziasztok! Sziasztok!